A Szent István Művelődési Házban megtartotta éves rendes közgyűlését a Csóri Sándor Társaság, Jakubek Tibornia Társaság titkára és Bakonyi István elnök beszámolójában elemezték az elmúlt esztendő történéseit. Azt gondolom, hogy amit 5 éve elhatároztunk, azt apránként bár, de megvalósítjuk évről évre. Köztudott, hogy nem túlzottan sok programban gondolkodunk, hanem különböző évfordulók, az Csóri Sándor születésnapja, az a társaság megalakulásához kapcsolatos dátumok azok, amelyek a legfontosabb szerepet játsszák, és akkor ilyen nagyobb szabású programokat szervezünk. Az elmúlt évben volt Petőfi emlékülés, Csóri Csanádi versmondó verseny és az azt követő a Városházán megtartott műsor, amely fontos része a névadó emléke ápolásának. Szintén a vendégeik között köszönthették az alapító tag Sebő Ferencet és a friss Kossuth Díjas énekmondó zeneszerző Heitzinger Mikát, és természetesen, ahogy elhangzott, készülnek a jövőre is. Vannak olyan terveink, amelyek egy pályázathoz kötődnek, mert a versmondó verseny ez nagyon fontos, de azt gondolom, hogy az írott pályázatoknak is megvan a maguk szerepe, tehát egy olyan pályázatra gondolunk a közeljövőben, lehet, hogy ezt ősszel elindítjuk, még erről nem döntöttünk, amely eszéíró pályázat lesz a Csóri Sándor életművel kapcsolatban, mint ahogy azt is szeretném továbbra is, hogyha nem csak Fehérvár, de Zámoly is szerepet játszana a társaság életében, vagy éppen Agár, hiszen alelnökünk, bocsánat, Katalin révén ott már rendeztünk Csóri pikniket, és erre van esély a közeljövőben is. A találkozón a résztvevők megerősítették, a jövőben is méltó módon képviselik a névadó életművét, és hasonlóan a megalakulás óta eltelt időszakhoz fajsúlyos programokkal kapcsolódnak városunk kulturális életéhez.